A szívükön viselik a tüntetők a civilek ügyeit. Az utóbbi napok tüntetésein a civil szervezetek mellett is kiálltak. A kormány szándéka szerint a civil szervezeteknek 7,2 millió forint feletti külföldről jövő támogatás esetén fel kellene tüntetniük, hogy ki a támogató. A törvényjavaslat vitája holnap kezdődik a parlamentben, de a kérdés már a mai napi rendelőtti felszólalásokban is előkerül. A Jobbik szerint fontos az átláthatóság, de nem csak a külföldi támogatókat kellene feltüntetni. Politikát befolyásolni Magyarországról is lehet, belföldről is lehet. Az átláthatóságnak a pártján itt valójában mi vagyunk ebben a kérdésben. Válaszában Rétvári Bence azt mondta, már nem lehet követni, hogy a Jobbik mikor mit akar. Azt írja bele a 2014-es programjába, hogy véget vesztünk a nemzetközi jogvédő szervezetek álságos tevékenységének, majd itt a parlament falai között, most pedig ellenzi azt, amikor a kormányzat nem ilyen radikális módon kíván föllépni, hanem egy tiszta, átlátható viszonyt kíván teremteni. A törvény a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezetet is érinti. Több külföldi szervezet is támogatja őket, a legtöbb pénzt Soros György alapítványától kapják. A TASZ vezetői szerint a civil szervezetek működés most is átlátható. A kormány célja, hogy nemzetellenesnek állítsa be a külföldről támogatott civileket. Valójában a nemzetellenesség az a kormány retorikájában a kormány munkájának a kritikáját jelenti, és ezért nagyon problematikus ez a törvény javaslat, mert éppen az ilyen kritikus hangok elfolytására jó. Orbán Viktor miniszterelnök az Állami Rádiónak adott hétvégi interjújában arról beszélt, hogy a tiltakozó civil szervezetek voltak épp nem is civilek. Ezeknek semmi közük nincs azokhoz a szervezetekhez, akik most magukat civileknek nevezik, de valójában egy angol rövidítésből fakadóan NGO-knak mondjuk őket, ez nem kormányzati szervezeteknek. Ezek valójában nem önálló szervezetek, hanem nemzetközi hálózatok magyarországi lerakatai. Ez nem a civilek világa, ez a közhatalmat és a politikai döntéseket befolyásolni akaró nemzetközi lobby szervezet. Orbán Viktor azt mondta, az amerikai mintát akarják átvenni a szabályozásban, illetve annak egy enyhített változatát. Jeszenszky Géza, aki az első Orbán kormány alatt volt washingtoni nagykövet, azt mondta, az amerikai szabályozás nem a civil szervezetekre vonatkozik. Kizárólag külföldi kormányok, vagy esetleg külföldi személyek által felfogadott ügyvédirodák, cégek esetére vonatkozik ez, ahol a politikai támogatást kívánják így előmozdítani. A civil szervezetekről szóló törvényt az országgyűlés normál eljárásban tárgyalja. A zárószavazás várhatóan egy hónap múlva lesz.